Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját láthatják 2023. március 3-án este 7:30-tól. Már látható az alagút vége. A legvalószínűbb elvezető út az a Katonaház melletti. Közmeghallgatás Kalocsán Life Logos for Voters projekt megvalósításáról esett szó. Február végi közlekedési rendészeti összefoglaló a Vármegyéből. 4 súlyos, 5 könnyű sérült. Tovább húzódik a centrum közlekedését nehezítő probléma megoldása. A legutóbbi testületi ülésen a polgármester az érintett lakosok megszólalására irányuló kezdeményezést végül befogadta, így a megjelentek közül 2 fő 3-3 perc időtartamban kapott szót, végül kivették a belvárosi elkerülő utat a településrendezési terv módosításából. Az előterjesztők elmondásuk szerint mindent megtettek a cél érdekében. Az érintett lakókat összehívták, mintegy 30 fő el is ment a polgármester és a körzet képviselőjével dr. Körmendi Szabolccsal folytatott egyeztetésre, és a témát előzetesen a bizottságok is tárgyalták. 3 darab ingatlan van nevesítve, amelyen egy út leadási felvezetést tervezünk, és nyilván ezzel azért kell foglalkozni, mert ha út kerül kialakításra, akkor a rendezési tervnek is tartalmaznia kell ezt. Ezt most a tervezők majd megvizsgálják. Ez nem az elkerülő út nyomvonalának a döntése. Ezt hangsúlyozni szeretném a képviselőtestületi tagoknak is, illetve a kedves érdeklődőknek is. Csak ezen a városrészen a tervezők megnézik, hogy hol lehet ezt az elvezető utat átkötni. A téma részletes megvitatása előtt dr. Filvi Géza polgármester elmondta, a képviselőknek még a testületi ülés előtt megküldte az érsekség által készített azon tervrajzot, amelyen az érsekség terület átadási szándéka látható, és amit az egyház az egy vagy két irányú forgalom érdekében ingyenesen bocsátana a város rendelkezésére. Elhangzott, ha most erre nem ad a képviselő testület felhatalmazást, nem tudják ezt a terület részt megvizsgálni, a kanyarok szögét elemezni. Több képviselő hozzászólt az előterjesztéshez, majd a szavazás a módosító indítványról, hogy a 14. pont kerüljön ki a határozati javaslatból úgy alakult, hogy Balogi József, Szabó Balázs, dr. Bagó Zoltán, dr. Körmendi Szabolcs, Király Róbert igennel szavazott, míg dr. Filvi Géza, Pécsi Vivien, Kákonyi István, Schmidt Rajmund tartózkodott. Ennek megfelelően a kérdéses pontot kivették a határozati javaslatból, az előterjesztés egyéb részeit pedig elfogadták a képviselők. Amennyiben az átkötő út ezen a nyomvonalon menne, ez nem kerül bele a rendezési tervbe, így tovább húzzuk. A következő rendezési tervmódosítás az megint majd egy másfél éves időszak lesz, úgyhogy ezzel a javaslattal és ennek az elfogadásával a Kossuth utca és Szent István utcai összeköttetésnek az eljárása, ami így is igen hosszú időt vett igénybe, tovább lassul csak. Már látható az alagút vége, és az a megoldási irány, amely azt mutatja, hogy merre tudjuk összekötni a járműforgalom számára a Kossuth Lajos utcát a Szent István utcával. Nyilatkozott televíziónknak dr. Filvig Géza polgármester. Egy héttel a legutóbbi önkormányzati képviselő testületi ülés után városunk polgármestere a Szentháromság téren adott interjút a Kalocsa TV-nek a belvárosi közlekedéssel és az elkerülő úttal kapcsolatban. Mint az előző hírünkben is beszámoltunk, az elkerülő út miatt heves viták zajlottak a tanácskozáson. Politikai viták voltak, és sajnos ebben a témában, a belvárosi közlekedés és elkerülő út témában is látom, hogy az ellenzék abszolút politikai témát csinál ebből a város által megoldandó feladatból, és hogy a lakosságnak az átközlekedését segítjük. Ez egy kicsi nehézségeket okoz, de lassan már kezdek hozzászokni, hogy nem számíthatok rájuk. Viszont nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a témákat mindig szakmai alapon közelítsük meg, és egy nagyon jó tervezői csapattal dolgozunk együtt, feltérképezik a belváros közlekedését, és ők tesznek szakmai javaslatot az átkötő út, a Kossuth Lajos utca és a Szent István király forgalmának összeköttetésére, az átkötő út kialakítására. Tehát azt ki szeretném emelni, mert már itt a városban az a tévhit, hogy már én rajzolom meg a térképen, hogy hol lesz az átkötő út. Nem, ez szakmai alapon
tervező szakemberek fognak javaslatot tenni. Én továbbítom mind a képviselőtestület felé, mind a lakosság felé. Nagyon hosszú előkészítő munka van a város mögött. A szakemberek minden lehetőséget megvizsgáltak, és erre a problémára a civilektől is érkezett megoldási terv. Jó az a koncepció, hogy a belvárosból vezessük ki a forgalmat, de jelenleg az nem megvalósítható. Mert a másik fontos szempont, hogy megvalósítható terv kerüljön a képviselőtestület elé, amellyel a kalocsai lakosságnak a belvárosi közlekedését tudjuk segíteni. Az érsekséggel is folyamatos volt az egyeztetés, és a legutóbbi február közepi egyeztetésen körvonalazódott ez a területrész, ennek a mértéke. Korábban szó volt arról, hogy itt egy sáv, egy forgalmi sávnak megfelelő terület kell átadásra, de ezt most véglegesítettük. Egy mellékelt tervrajzon pontosan lehet látni a méreteket, 824 négyzetmétert adnak át, és így lehetőség nyílik az előzetes kalkulációk szerint egy két forgalmi sávú útnak a kialakítására, úgyhogy ebben a tervezők még itt pontosítják a méreteket. Nyilván itt a kanyarívek, ami kritikus rész, azt kell pontosan kiszámolniuk, hogy az megfelelő lesz-e. Tervek szerint a környező utak felújítása is elkezdődik, mivel jó lenne, ha több irányba terhelődne a belvárosi járműforgalom. Fontos a forgalomlassítás szerepe is. Mint elhangzott, már több mint 30 éve az akkori városvezetés is tervezte a tér mellől elvezetni a forgalmat. Korábban, amikor a Szentháromság téren átközlekedtünk, akkor is itt a Főszékesegyház és a Katona István ház közötti útszakasz szűk volt. Ott is voltak torlódások, az sem volt egy megfelelő. Nyilván itt a belváros sűrűn lakott része olyan kötöttségeket ad, amelyeket figyelembe kell venni, és így kell megtalálni azt a legkedvezőbb megoldást, hogy az átvezető utat ki tudjuk alakítani, valamint még más utcák felújítása is terve van, mert az az általános gyakorlat, hogy egy felújított új utat szeretünk közlekedők használni, és ezért, hogy több alternatív útvonal is legyen, valamint a belvárosi parkolók számát is szeretnénk bővíteni. Nagyon-nagyon megemelkedett a gépjárműforgalom, nem csak Kalocsán, mindenhol az országban, úgyhogy teljesen más forgalmi számot kell a jelenlegi úthálózatnak átvezetnie, a közlekedést biztosítani, mint például 15 évvel ezelőtt. A polgármester hangsúlyozta, minél előbb a képviselő testület elé kívánja vinni az előterjesztést. A Life Logos for Voters projekt közmeghallgatását tartotta a kalocsai polgármesteri hivatalban. Fekete Csaba, a projekt vezetője, Bátya polgármestere számolt be nekünk a történtekről. Az esemény elérte célját, ugyanis rengeteg építő kritikát kaptak a Life Logos for Voters projekt vezetői a tegnapi napon tartott közgyűlésen a kalocsai polgármesteri hivatal dísztermében. Tegnap a Logos for Voters projekt kapcsán Kalocsa város önkormányzatának közreműködésével lakossági fórumot szerveztünk kalocsai hivatal dísztermében. Meghívtuk azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik az Epel utca végén fejlesztendő mélyfekvésű területekkel kapcsolatban érdeklődtek, hogy mi fog történni, hogy fog történni. Erről teljes körű tájékoztatást adtunk. Elmondhatom azt, hogy nagyon sikeres volt ez a lakossági fórum. Rengeteg építő, még egyszer mondom, építő jellegű javaslatot, kérdést kaptunk. Tehát senki nem támadta effektíve a projektet. Mindenki megértette, hogy jót akarunk, csak fejleszteni szeretnénk a területet, nem pedig rombolni. Persze az átalakítás az néha bizonyos áldozatokkal is jár, de mindenféleképpen egy élhető, jó helyszíneket szeretnénk megvalósítani, aminek a legfőbb célja egyébként a víz visszatartás. Egyrészt a csapadékvíznek a visszatartása, másrészt egy állandó vízszint, egy szabályozható állandó vízszint biztosítása ezekben a területekben. Ez a lakókörnyezetet tekintve biztos, hogy pozitív hatásai lesznek ennek, úgyhogy mi jót szeretnénk, és ezt azt gondolom, hogy át is ment a lakossághoz. A tervezés részén áll még a projekt, sok munka áll még a megvalósítók előtt. Jelen pillanatban a tervezés fázis, illetve a tervezésen túl vagyunk. Ugye mindezt a tervezést megelőzte egy élőhely rehabilitációs terv, talajmechanika,
tehát ami csak kell, favizsgálat, tehát teljes körűen próbáltuk azokat a problémákat megelőzni, amik utána felvetődhetnek. A tervezés hatására, ugye a tervezés lezárásával engedélyeztetése van beadva jelenleg a létesítési tervdokumentáció a hatósághoz. Várjuk ennek a folyamatát, a tervezést azt év végére, jövő év elejére tervezzük. Ugye itt majd meg lesznek határozva időszakok, hogy mikor lehet ezeket a munkálatokat elvégezni. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság illetékességi területén az elmúlt héten 42 anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, adja hírül a police.hu. Ez a korábbiakhoz képest csökkenést mutat, ám még mindig nem lehetünk elégedettek, hiszen 4 súlyos és 5 könnyű sérüléssel járó baleset is volt, amelyben összesen 13 ember sérült meg. Búcsa térségében pedig egy halálos baleset történt. 3 korából itt a sofőrök hibájából következett be. Múlt hét pénteken este több rendőrkapitányság illetékességi területén az egyenruhások fokozott ellenőrzést hajtottak végre az ittas vezetők kiszűrése érdekében. A néhány órás akció során 543 esetben alkalmazott alkoholszondát, amely 9 esetben mutatott pozitív eredményt. További 23 ember különféle közlekedési szabálysértéseket követett el. Voltak, akik az előzési szabályokat szegték meg, néhányan menet közben kézben tartották a mobiltelefonjukat, egy kerékpáros pedig a késő esti órák ellenére nem használta a világítást a kétkerekűjén. Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 1176 fő lépte át, ők legalább 30 000 forint összegű bírságra számíthatnak. Annak a sofőrnek, aki Kecskemét Méntelek lakott területén belül a megengedett 50 km per óra helyett 99 km per órával hajtott, 90 000 forint bírságot kell fizetnie. Hazánkban zéró tolerancia van érvényben, mely a szeszes ital fogyasztásának teljes tilalmát jelenti a gépi meghajtású járművezetője részére, a járművezetése előtt és alatt egyaránt. Soha ne üljön ittasan autóba, valamint olyan járműbe sem, amely láthatóan ittas személy vezet. Ne engedje meg családtagjának, rokonának, barátjának, ismerősének sem, hogy ittas állapotban vezessen. Írják a police.hu-n. Lendületben a Városi Baleset Megelőzési Bizottság. A közösség a jövőben több innovatív ötlettel próbálja a közlekedést biztonságosabbá tenni, az autósok, kerékpárosok, sőt a gyalogosok közlekedési morálját is javítani. Kolozsváron február 22-én a bűncselekmény áldozatainak világnapján tartotta a Városi Baleset Megelőzési Bizottság az idei évi első közgyűlését. Újra alakítottuk, vagy egy új lendületet adtunk a Városi Baleset Megelőzési Bizottságnak. Új tagokat vontunk be a civil életből, cégképviselőket, magánszemélyeket, minden olyan szemét, aki tud és akar tenni a közlekedés biztonságáért, gépjárművezető oktatókat, mezőgazdasági cégek képviselőit, fuvarozó cégek képviselőit, és természetesen az egyházra is nagyon számítunk, mivel rajtuk keresztül is nagyon sok személyt tudunk megszólítani. A rendezvényen konkrét célok is elhangoztak. Nagyon egyszerű a cél, hogy mindenki hazaérjen, és senki se legyen közlekedési baleset áldozata. Természetesen a fő irányvonalakat kidolgoztuk ezeken a megbeszéléseken, és minden egyes, mert iskola képviselő is voltak, már az iskolák felé mi adunk majd anyagokat, ismertetőket, és természetesen a rendőrök mennek oda is tartani oktatásokat. A gépjárművezető oktatókat például arra hívtuk föl, hogy igenis súlykolják a fiatal tanulókba a biztonságos közlekedés fontosságát, tehát nem mindenhol mi leszünk jelen, hanem a mi segítőink tovább viszik a közös gondolatainkat. Továbbiakban a bizottság tagjai havi 1-2 alkalommal, illetve szükség szerint találkoznak és megbeszélik, elemzik az eltelt időszak tapasztalatait, az újítások hatásait. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb jövő héten találkozunk majd. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!